Szevasztok, Giulio vagyok. Csicskaboknak a mostani adását fogjátok nézni. Én online jelentkeztem, én mostantól pácolni fogok, panírozni, meg csicska mosogatni. Nos, Tamás már ilyen későn alszik, mert most jöttem meg az éjféli misére, 7 percig bírtam, a pap össze-vissza beszélt valami másik fajta nyelven. Így Giulioként, olasz vendégmunkásként megmutatom nektek, hogyan kell iszonyatosan jó pácot csinálni. Nos, a kedvenc barátunknak, Takács Levinek, fogunk csinálni jamaikai jerk chicken-t. Szóval, előkészítjük hozzá a dolgokat. Először is kell hozzá egy edény, amiben lemossuk a húsokat, mert itt külföldön rókákkal kapassák el a izékat, a csirkéket, úgyhogy meg kell győződjünk róla, nincsen-e beletört rókafog a húsban, nincsen-e rajta a szőr, meg toll, meg haj, úgyhogy előpucoljuk a dolgokat. Mivel olaszok vagyunk, állandóan itt Angliába késsel járunk. Így nem látja soha senki, hogy van nálunk kés, de van nálunk mindig kés, látjátok? Mindig, és nem okozunk önmagunknak fájdalmat. Nos, az első csirke alkatrész, azok szárnyak lesznek, ezeket most előszedjük, kipucoljuk. Azután a futóművek lesznek, alsó. Aztán az utolsó előtti az meg a felső futómű lesz. Nos, most ezeket alaposan átvizsgáljuk. Minden egyes darabot megtapicskolunk, és megnézzük, hogy milyen állagú. Nos, azért ezt az időpontot választottam a csirkészeshez, mert ilyenkor már alszik, mivel ma telefonban kihallgattam a Tomit, és általában írtak főnökén valami nagyon új gyógyszert, ami általában kiüt a bugyiból mindenkit. 2 darab, én nem tudom, még sose láttam ilyet. Ha el tudjátok olvasni, akkor olvassátok, de inkább ne olvassátok el. Na most, amíg alszik, addig megkóstoljuk, és meglátjuk, hogy mit mutat. Mesélt a sziget, hogy van valami Ardant barátja, az állandóan sört iszik. Most én nem iszok sört, én nem szeretem a sört, úgyhogy én nem tudok sziszenteni. Viszont én ilyen gyógyszerhangokat tudok előidézni. Hú, bakker, ez lehet, hogy izé. Viagra, mindegy. Ma bebújok a Tomi mellé. 2 kék ördögi pirula, ebből baj lesz. Na jóisten, azonnal hatna, így. Na mivel én olasz vagyok, ezt majdnem 4 kg húst nem bírom nagyon jobban ennél fölemelni, úgyhogy előviszem a csap alá, és 349 fokos vízzel átöblítem, áttapicskolom, és kihúzgálom belőle a tollakat, meg hogyha van egy sérülés, azt eltávolítom, mert másik sérülés. Most még folyatom rá vadula a forró vizet, még egy utcsó átmosás. Tudni kell, hogy a hús szándékosan a Tesco-ból lett vásárolva. Nos, azt is tudni kell, hogy ebben az országban a Tesco-ban van a legdrágább és a legjobb minőségű húsok tömkelege. Ne úgy képzeljük el, mint a magyar Tesco-t, ahol még a csirkecombot is, nem tudom, milyen a másik húsból csinálják. Itt igazából a Tesco-s termékek a legjobbak Angliában, minőségben. Úgyhogy az összes húst onnan szerezte be az az állat. Úgyhogy fölkészülünk a pácolásra, és hát hajrá Afrika, afrikai jerk chicken. Nos, kedveském, eljött az idő, hogy kesztyűt húzzunk, masszírozni fogunk. Szóval ennek a jamaikai jerk chickennek a lényege, hogy egy sarányba barna cukor és sóval bemasszírozzuk egyesével az összeset, viszont én fogok használni barna cukrot, ezáltal sót is. Szaksza kolónia, tudjátok, a legjobb szaksza elemény. Aztán egész borsot fogok használni.
aztán jó kis jerk seasoninget, ez jamaikai cukó, aztán egy all purpose seasoninget fogok használni, ez is jamaikai cukó, fokhagyma, por, liquid seasoning, és nagyon kevés dark sauce-t, szója. Most mivel én Giulio vagyok, és külföldi olasz vendégmunkás vagyok, rohadtul utálom a külföldieket, de a Szigeti megígértette velem, hogy nem fogok rasszista videót csinálni a jamaikaiakért. Szóval nem lesz egyetlen egy rasszista megnyilvánulás se. Most kivételesen szeretni fogjuk a jamaikaiakat, azért engem hívott ide pácolni a Szigeti, mert ő nem biztos, hogy ezt kibírta volna, ezt a nyomást, hogy ne lehessen rasszista videó. Szóval elkezdem a masszírozást, úgyhogy kívánjatok sok szerencsét, jó? Szóval ne felejtsük el, rakunk sugarat. Mindig mindennek a felét el kell használni, akkor... Hogyha többször felet használsz, akkor lesz olyan, ami több lesz, mint az egész. Nagyon-nagyon zsivány lesz ez az étel. Sasonik. Oké, egész jó illata van. Mivel 4 kg hús használom, így azért megkínálom rendesen. Amúgy is az erősségem a spórolás. Óhó, megint kiestem a szerepemből. Én Giulio vagyok, hát én spórolós vagyok. Illatok, mondjátok el nekem, merre jön, hol lehet, most a kedvesem. Én tudom, hol jár. Olaszországba kergetik a rendőrök, egy Vespával menekül. Csúnyan. Jó van, kezdődjön a masszív. Most amiket megmasszíroztunk csúnyán, azokat kirakom egy tányérba most egyelőre. Mindenhova jutott ebbe a fűszerből. Hát még egy ilyen mixet kell kevernem, mert ez így nem járható út, nem elég. Pont a fele cuccoz volt elég, amit itt összekocsvasztottam. Viszont én vagyok a környéken a legjobb pácoló. 4 hete érkeztem Olaszországból, Angliába. Úgyhogy én nem adom fel, én csinálom tovább. És majd csak jó lesz. Szóval előadjuk még egyszer. Úgy holnap 6 óra 12-re van időpontom fodrászhoz, egy kicsit megigazítja az émat, copfomat, mert nem érzem gyau magam a bőrömbe. Nem tartozik rá. Viszont ezek a két pirulák ördögiek. Nem is tudom, hogy mi lehet ezzel, de az előbb besegített a harmadik kezem is a masszírozásba. Mik van? Így, csak rázom a izét, a jerk sauce-t, azt ágaszkodik itt a izé. Diagrátor. Most kedveském, magunkra veszünk egy gumikesztyűt, én nem fogom a
nem fogni ezt az okádékot. Lehet, hogy olasz vagyok, meg lehet, hogy vendégmunkás vagyok, de azért mindennek van határa. Legjobb pácoló környéken, ezért ténylegesen kokoa, kókuszolajat fogunk hozzátenni. Mert most hozzárém, hogy kinyissam, hát lett. Gondoltam, hogy ez fog történni. Nos, ismét elmondom, hogy nem fogom megfogni ezt a csetvás húst, úgyhogy... Ezt is. Mivel én Olaszországba jöttem, aztán van itt a házban kettő nem színes bőrű gyerek, így nem fogok belerakni erős dolgot ebbe, hogy átdicsuk a kis szájukat nekik, mert ők ezt nem bírják, ők nem erre vannak kitalálva. Nagyon el vagyok keseredve, mert ennek a pásznak már most olyan illata van, hogy... Odatnám érte egy jamaikainak az életét. Remélem ez nem volt rasszista jellegű, mert nem annak szántam, úgyhogy majd a szigeti majd kitörni holnap, de... Nem lesz az, hogy fogja. Nos, elkészültünk a pácolással. Már egyetlen egy dolgunk van csak hátra. Légmentesen elközeljük ezt a külvilágtól most. Jól lefedjük. Lássátok, ilyen színe van neki. Nagyon jól néz ki, és még mindig nagyon nehéz. Lefedjük, nehogy beköpjék a legyek. Meg Afrikából hozadott a szigeti tegnap tücsköket, azok meg ilyen rohadt húsevő tücskök, meg mondta, hogy lehet maláriások, úgyhogy nem menjek a közelükbe. Úgyhogy el kell zárni, nehogy fölfolják. Én nem akarok maláriás lenni, mert én is fogok ebből lenni. Amit én pácolok, abban mindig belezabálok. Most online azért jelentkeztem a szigetinél, mert én kiskorom óta nagyon sokat voltam pácba, szóval amihez értek igazán az a pác. Mindig a pác. És gondoltam segítek neki, mert mondta, hogy már csak 978 feliratkozó kell ahhoz, hogy kapjon 20 fontot az első kanyarba, a jó kis teljesítményéért. Úgyhogy itt vagyok, eljöttem én is Olaszországból, és meg lesz ez a 978 feliratkozó. És ha nem, akkor tovább megyek négy országgal arrébb, ott is bírok pácolni. Nem kell nekem itt a szigeti mellett szarakodnom, én lettem végig. Amúgy nem normális ez az ember. Plusz olyan gyógyszereket szedni, mindjárt ide letérdelek. Nos, a jamaikai kaját csinálok, mindig megkívánom a banánt. Úgyhogy nyomottunk egy nagyon. Azt mondja, hogy valami helye, valami madár. Anyád a madár. Nekem ne ugassan, nem ezt rél, helye ide, helye oda. Jó, az amerikai ízű, ez a kurva banán. Nos, már csak egyetlen egy feladatunk van hátra. Megfogjuk a kis amerikai ízű zsörf csirkeket, berakjuk a hűtőbe, és hát ott hagyjuk. Én elmegyek, fölkutatom a szigetinek a többi gyógyszerét. Ha voltak a mélyhűtőben is valami tasakok, de én ahhoz nem merek hozzányúlni. Plusz pedig nincs papírpénzem. Most jöttem Olaszországból. Na hát, egy kicsit elfáradtam ezeket a kék ördögi pirulától.
Elmegyek, befújok a sigeti mellé, de fog utálni, nem fogok pékezni, mert jó piszkálom, matatni fogok, meg ízre húzogatom majd neki az orrát neki. Nem hagyom én aludni. Plusz 1 óra 5 perc van, mindjárt ébresztő. Hát a gyerekeket vinni kell szombaton az iskolába. Hopszi-popszi, holnap nem is kell menni iskolába. Nos, kedveskéim, köszönöm, hogy megnéztétek a Jerk Chickennek a pácolós részét. Holnap jön a Szigeti és megmutatja, hogy mik a következő lépések, de nagyon durva dolgok kellenek hozzá, ilyen újhagyma, meg gömbér, meg fejhagyma, meg durván vágva, ilyen dolgok kellenek hozzá, meg fahé, kakukkfű, mondjuk kakukk, az mondjuk az biztos, hogy van neki. Scotch bonnet chili. Chilit honnan szerezzünk? Chili, van, többféle chilit is beszerzett, mert láttam, mert teljesen átkutattam a cuccokat, amiket vásárolt. Meg semleges ízű olaj, hát ez lesz az is. Kókusztejbe lesz megfőzve holnap a ízé húsángúcs, hogy... Kérlek titeket, várjátok epekedve. Epekedve? Holnap jön a Szigeti, azt bemutassa, hogy mit, hogyan kell csinálni. Én elmegyek, pihenek. Aztán egy olyan 4-5 nap múlva jövök, mert én sokáig szoktam pihenni, én külföldi vagyok. Szevasztok, és a Sziget üdvözlöm mindenkit a csicskabokba. Még titeket is, még akik nem iratkoznak fel, még azokat is. Kellemes jó éjszakát kívánok mindenkinek. Hajas babáim! Ja, és amúgy nem tudom, baj, teljesen kifehérettem ettől a... Kék pirulától.